Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, az egyenes beszédet látják ezen a hétfő estén, Róna Jégon, a műsorvezető. Köszöntöm Önöket még egyszer. Kéri László az első vendégünk, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Aki egy összegzéssel indította ezt a hetet, az összegzés pedig sok mindenről szólt számomra, meglepő módon például Roger Federer búcsújától, a tenisztől, vagy Serena Williamsről, vagy éppen Erzsébet királynőtől is elbúcsúzott itt, de igazából, igazából persze a hazai dolgok voltak a legérdekesebbek, és hát arról szólt a legnagyobb része az írásának is. Méghozzá, hogy mi az, amit most kell megtanulnunk, amitől el kellett búcsúznunk, és ami itt marad velünk. Ezeket a havi elemzéseket évek óta írjuk, az Ita és én is, ezért az én látószögem soha nem a legutolsó fontos esemény, amit egyébként megértek, hogy a médiában azzal kell törődni, a legutolsó fontos eseménye. De azért az egy hónap, meg a negyed év azért az az átfogó összefüggéseket jobban kirajzolja az ember számára, és amikor ezt a legutolsót írtam néhány napja, akkor én átgondoltam, hogy mi történt a nyáróta, és megint azzal kellett szembesülnöm, amit ilyen elemzői pályám során már oly sokszor láttam, hogy milyen hihetetlen módon el tud térni egymástól az átlagember és a közvélemény probléma regisztere, és a politikai osztály által kitermelt probléma regiszter, és hogy milyen nehéz ezeket egymásra passzítani. Kitermelt vagy érzékelt politikai regiszter? A politikánál a kitermeltről van szó, a közéleménynél az érzékeltről van szó, de a politikai osztály meg óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy az általa kitermelt probléma regisztert átnyomja a közélemény. Akár erre gyorsan egy példát mondok, hogy nem biztos, hogy tömegigény lett volna arról, hogy legyen nemzeti konzultáció a szankciókról, hogy ez inkább a politika által kitermelt és a közvéleményre áttolt probléma a világ, mert az emberek nagy része nem is nagyon érti ezeket a szankciókat, mert ez valahol a nemzetközi diplomáciai érintkezés. Néha úgy tűnik, hogy a politika nagy része sem, a szankciókról is beszélnek, amik Magyarországot nem is érintik. Persze, sőt, csak olyanokról beszélnek. Na, ilyen rövid bevezető után gyorsan elmondom ezt a különbséget, hogy én úgy látom, hogy a mai magyar társadalom döntő többségének a probléma regisztere az az infláció, a rezsiárak, hogy mi lesz, hogy lesz, mikor, mennyit kell fizetni, és az iskolarendszer. Mert ugyan a hírekben úgy tűnik, hogy csak néhány száz tanár elégedetlen, de hát itt 1 millió gyerek jár iskolába, és viszi haza ezeket a gondokat, hogy most már kémia tanár nincs, most fizika tanár nincs, meg ez nem stimmel, az nem stimmel. Tehát lehet úgy tekinteni a politika részéről, amit látok egyiknek kormány részéről, és hogy megpróbálja egy ilyen kisebbségi zavarkeltő problémának feltűnni. Néhány hőzöngő. Ami egyébként a negyedmilliós tábornak is gondja, míg ha nem megy kitüntetni ezért, azért, amazért. De még inkább gondja a magyar társadalom azon részének, ami hát a magyar társadalom egy harmada, akinek a gyerekei valamilyen szinten az iskolarendszerbe járnak. Szóval ez a három probléma, nem mondom, hogy nem találkozik a politikusok világával, csak másképp fordítódik le. Az inflációról például biztos emlékszik rá, múlt héten, ma egy hete volt egy hosszú Orbán Viktor bevezető beszéd a parlamentben, mindig van olyan szezonkezdő. Ott is megtudhattuk azt, amit aztán egész héten több helyen is elmondott, hogy az infláció a szankciók miatt van, meg a háború miatt van, tényszerűen nem igaz. A magyar inflációs folyamatok tavaly nyáron kezdődtek el, híre hangban nem volt a háborúnak, már ősszel összegződtek. A november és a február közötti iszonyatos pénzkiáramlás míg a háború előtt jóval megdobta ez, de hát lehet bízni abban, hogy a magyar társadalom döntő többsége makroökonomiai kérdésekhez nem ért, tehát lehet ezzel hűíteni őket, hogy az infláció háború miatt van, és hogyha a szankciók hónap véget érnének, akkor felére csökken, egy fráz csökkenne felére. Ezt az inflációt 10-15 olyan faktor táplálja, aminek semmi köze nincs a háborúhoz. A rezsicsökkentést is érzékeli a politikai elit. Ott, gondolom nézte ezt az Orbán beszédet a parlamentben. Nyilván, persze. Ott diadalmenetként, hogy megvédtük a rezsicsökkentést, és csak a lakosságról beszélt, és csak arról a részéről, akit megvédte. Milyen hallgatott ebben a hosszú beszédben arról, hogy hát kisapám, nem ez a gond, a közszféra.
meg az önkormányzatok egésze, meg az önkormányzatok által fenntartott végtelen számú egészségügyi, szociális és mindenféle hálózat, te nem hallott, hogy naponta százával jelentkeznek, hogy ezt is be kell zárni, azt is be kell zárni, az egyetemek gondolkodnak, hogy visszatérnek az online oktatáshoz, hogy nem lesz közvilágítás, hát a te polgármestereid is lázadoznak, de megnézi, ez az Orbán beszédben úgy jelentkezett a rezsi ár probléma, mint a kormány diadal menete. Persze a megvédett lakosság is gondokkal fog küzdeni. Hát legalábbis is, a felmérések szerint mintegy a negyede nem nagyon fog tudni, hogy honnan szerezzen pénzt a rezsiszámlára. Realista a lakosság, pontosan tudja, hogy nem védték meg őt, mert a legnagyobb probléma az, hogy még nem tudjuk. Még előttünk van ez a probléma, hogy mibe fog kerülni a 2000, hát elég régóta, 7-8 éve tartó győzelmi menet a rezsicsökkentés, aminek értem én, hogy a Fidesz és személy szerint Orbán Viktor is ragaszkodna ehhez a látszathoz, mert két választásnak is első számú legitimációs bázisa volt, föl kéne adni. Ezt meg kéne magyarázni az embereknek, és még meg is tudna a Fidesz úgy magyarázni, hogy nem az ő politikája, bár hát... Az elhibázott brüsszeli szankciók. Igen, de hadd kérdezzek vissza egy kicsikét, mert elmentünk nagy lendülettel amellett, hogy mondja, hogy az inflációhoz semmi köze a háborúnak, meg Brüsszelnek. Ami mondjuk igaz lehet a februári állapotához, de hát azóta azért rengeteg minden történik. Igen, azóta egész Európában is infláció van, az a nyomás is a magyar gazdaságra, mert nyitott gazdaság jön, de rárakódik az egyébként meglevő inflációnkra, úgyhogy az a helyzet, hogy Magyarország előre megy, nem hátra, ott vagyunk az európai országok inflációs rangsorában az első között, tehát itt kétféle folyamat összekapcsolódik, igaza van, de azt akarom mondani, hogy a háború nélkül is komoly inflációs problémák lettek volna az egész magyar gazdasága. Én csak oda akartam kiukadni, hogy annyi időnk van még, hogy tartósan azért nagyon nehéz egy olyan országba élni, ahol a döntő többsége az embereknek azt mondja, hogy jó, igazatok van, persze háború van, persze a szankciók is borzalmasak, persze ez a rezsiárak is minden, hogy ezt értjük, hogy Magyarország mozgástere minimális ebben, de hát azért nekünk itt vannak lefordítva a mi mindennapi életkörülményeinkre ezek a problémák, és azok már nem találkoznak ezzel a magyarázattal, ami az őszt uralja, hogy hát a szankciók miatt van minden. Az a baj, és nekem ez a bajom magyar állampolgárként, és nem csak elemzőként is, hogy a Fidesz nem tanult a saját 12 éves politikájából. Azt hiszi, mert eddig mindig bejött a kommunikáció, hogy majd megmagyarázzuk, majd megdomáljuk, és akkor előbb-utóbb mindenki elhiszi, hogy kommunikációval meg lehet mindent oldani, és a kommunikáció első számú tényezője a bűnbakkeresés. Mindig volt bűnbak. Soros, a migránsok, ugye mindig valaki volt. Most a aktuális bűnbak a szankciók. De hát a szankciókkal nem tud mit kezdeni az ember. Fölkelek reggel, lemegyek, leviszem a szemetet, kérdezem a szomszédból, járt már itt a szankció? Nem, a rohadék már innen elment, ott a szomszédházban. De főleg hát, hogy zavarba ejtő, hogy ezeket a szankciókat mindent megszavazta a magyar kormány. Hát igen, a magyar kormányfő. Igen. Ugyanaz az Orbán Viktor, aki ezeket a szankciókat okolja. Na, ide akartam kiukadni, hogy van olyan végjátékszerű állapot, ezt látom most elkezdődni, amikor a 12 éven keresztül bevált kormányzás, hogy majd kidomáljuk, kommunikáció, minden megoldható, meg majd találunk a népnek valami bűnbakot, aztán majd tovább jutunk. Ebből a válságból így ezzel tovább jutni nem lehet. És nem látom azt a kormányzati szándékot, hogy komolyan vennék azt, hogy 12 év után radikálisan váltaniuk kellene. Mert azt lehet, hogy érzik, hogy a társadalom majd elégedetlen lesz, de azt a jeges lehelletet nem érzik a torkolyukon, hogy valaki ott van mögöttük, aki át akarja venni a kormányzást. Hát, mert hogy az ellenzék olyan, amilyen. Ezt én értem, de őszintén szóval ezzel azért nem tudok mit kezdeni, mert nem csak, igen, látom, és hát láttuk több választáson ennek a végeredményét, ellenzék hiányában a közélemény dolga nagyon nehéz. Tehát neki kell feldolgozni két hiányhelyzetet, az ellenzék által nem kínált alternatívát valahogy a szakmáknak kéne megteremteni, tehát hogyha nincsen ellenzéki kormányzati alternatíva, akkor a közgazdásztársadalomnak, a társadalomtudósoknak, az energetikusoknak kellene, ha lenne elég független erejük és testületi erejük, a kormányzati rizsával szemben valahol elkezdeni a rizsacsökkentést, mert ugye most már inkább erről lenne szó, hogy a sok kidomálás helyett, hogy mit lehet
lehet ezekkel a valós problémákkal kezdeni, de hát nem látom. Nem látom, hogy például a kormány hallgatna a pedagógus társadalom mindenféle szervezeteire. Most például ma meg azt láthatjuk, hogy az orvos társadalom különböző illetékes szervezeteit is sikerült kihagyni ebből a nagyszabású egészségügyi reformból. Tehát más megközelítésben ugyanoda akarok kiukadni, hogy van egy vadonatúj helyzet Magyarországon. Három keserves évünk van, ugye 2020 tavaszától eltelt a 2021 a pandémiával. De azt hittük 21 végén, hogy kinővünk az egészből, és akkor egy rövid lélegzetvétel után nem a normalitás jött, hanem a háború teremtett egy még rémesebb normalitást, és három éve élünk olyan körülmények között, amikor a korábbi kis válságokból egy egész nagy válság kezd kialakulni, ami meghaladja a Fidesznek a 12 éven keresztül relatíve attól sikeres politikát, ami a kérdésében volt, hogy egyébként nem volt ellenfele. Az dumált, amit akart. Magyar társadalom nagy része meg ezt szívesen vette. De most nem az dumál, amit akar? Ugye azt mondja, hogy a kommunikáció az, amivel megpróbálja eladni a mostani válságot is a kormányzat. Van olyan ellentartó erő, amelyik felhívja arra a figyelmet? Nincsen, hogy hát ez, de elég ellentartó erő az, hogy el kell menni vásárolni, meg elmegy a Lehel piacra és megnézi, hogy ez a paradicsom, ez 400 forint a lócsó. Hát azoknak, akik nem hisznek abban, hogy erről az elhibázott brüsszeli szankciók tehetnek. Hát én szerintem az a nagyon széles Fidesz bázis, az a 3 milliós a tehető bázis is szembesülni fog azzal, hogy rendben van, hogy neked a kedvenc vezéred meg tud magyarázni nagyon sok mindent, de itt kell megélned. Itt kell fizetned majd azt a rezsit, itt kell szembenézni azzal, hogy ez meg ez sem működik, mert nem tud működni. Itt kell szembenézni azzal, hogy a te fizetésed, nyugdíjad köszönő viszonyban nincs azzal, hogy az élelmiszer árak 35-40%. Léphetünk egyet tovább? És akkor mi következik? Nem tudom. Hát ugye ez a jóslás kategóriája, amit ő írt minden kollégám, én meg ahányszor jósoltam, annyiszor fáztam rá eddig a különböző stúdiókba, itt se kísérleteznék. Nincs jó érzésem, szóval az ellenzéknek is vadonatúj helyzet van, nekik is tanulni kéne, ott sem nagyon látom a tanulási lehetőséget. Az árnyék kormány? Hát most... édes Istenem, hát majd, hogyha ennek az árnyék kormánynak a fedezete mögött lenne egy olyan párt, amelyiknek 30-40%-os támogatottsága van, akkor persze komolyan tudom venni, de most mit kezdjek, majd 12-14%-ra nő a támogatottsága mögötte levő pártnak, szóval ez a rész nekem így egyelőre csak annyi, hogy az ellenzéken meglevő korábbi vita témákat egy újat gyarapított, ennél többet nem nagyon látok egyelőre, de nem annyira az ellenzék érdekel engem, mint a kormányzat tanulás képessége, és azért az elég rémes. Így ez az augusztus, meg a szeptember, ami eltelt, azt látom, hogy a helyzet komolyságához a sokasodó válság tényezők egyre nagyobb válságán való összenövéséhez nem nő föl a kormányzat, hanem amit érdemben csinálnak, azok meg ilyen adhok, ahogy a katát intézték, ahogy az első rezsiárakat intézték, és ugye sorba tudjuk mondani, most épp majd az egészségügyet fogják így szétbarmolni, ha még lehet egyáltalán. Tehát így nem lehet, hogy rögtönzök, szakmailag előkészítetlen döntéseket utána toldozgatok, és közben kitapétázom a lakosságnak az agyát ezzel a távoli fantom ellenféllel, hogy a brüsszeli bürokraták, meg a szankciós politika az mindennek az oka, és tényleg ezt nem én találtam ki, ezt hallottam Orbán Viktortól szó szerint, hogyha a szankciók megszűnének, azonnal felére csökken az infláció. Biztos hallotta ezt is. Hát abból a szempontból igaz, hogyha visszagondol arra, hogy mennyi volt korábban, most dupla annyi, tehát biztos, biztos ilyen egyszerű ez. Ez persze, hogy nem így működik. Ebben a vitában ma egy hete kicsúszott a száján még ez is, amikor kritizálták az ellenzéki pártok az oroszokhoz való viszonyát és a háborúba való sumákolást, ezt az állást nem foglalást. Mondta, hogy hát úgyis az amerikai-orosz békekötésen múlik, és az igazságnak amúgy sincs itt jelentősége. Ez a mondat azért engem meglepett, hogy ezt ő komolyan gondolja, hogy ilyen horderejű globális problémáknál abszolút mindegy, és nem kell törődni azzal, hogy végül is valami tárgyi igazságnak is kell lenni. Az is lehet egy politikus arszpolitikája. Hát igen, de hát igen. Igen, ezt láttuk már történelmileg, hogy hova vezet, igen. Kéri László, köszönöm szépen. Én is köszönöm, és vigyázzanak magukra, mert minden okuk meg lesz arra, hogy vigyázzanak. Viszontlátásra.